Nagy szeretettel köszöntelek titeket a Kreatív Pihenő 5. hétköznapi Inspi leckéjén. Hát eltelt egy hét, gyerekek, és rengeteg mindent készítettünk. Ugye itt a kicsiknek szóló 2 órai, délután 2 órás adásban minden nap 3 ötletet hoztam, úgyhogy ha ma itt is megcsináljátok velem, akkor összesen 15 alkotást csinálhatatok velem közösen a héten. Ha bármelyik adásról lemaradtatok, akkor megtaláljátok Inspi leckék kicsiknek kis bejegyzés téma alatt, az összes élő videó ott van, visszanézhető, szóval ha hétvégén lesz egy-egy órátok, amikor szeretnétek alkotni, akár a korábbi alkotásokat is meg tudjátok csinálni. Hát szerintem fantasztikus jó dolgokat csináltunk, nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek melyik a kedvencetek, és egy picit a szülőkhöz is szólok, hogy köszönöm a sok-sok megosztást, most már több mint 4000-en vagyunk a csoportban, és 4000 gyerek aktívan tud akár egyszerre velem együtt alkotni, hogyha úgy érzitek még, hogy van olyan ismerősötök, akiknek van kisebb vagy nagyobb korú gyermeke, a kisebbeknek szólót azt alsósoknak szánom, illetve óvodásoknak szülői segítséggel, a nagyobbaknak szólót pedig inkább felsősöknek, akkor kérlek osszátok meg a csoportot, hogy minél több gyerekhez eljuthasson, és minél aktívabban, hasznosabban tudják eltölteni ezt az otthon töltött időszakot. Azért hoztam létre ezt a csoportot, hogy segítsek a családoknak, úgyhogy így tudok eljutni minél több gyerekhez, ha ti megosztjátok ezt a csoportot, ezt előre is nagyon köszönöm. Élőben mindig követem a hozzászólást, a videót, úgyhogy ha a gyereketeknek van kérdése, vagy gyerekek nektek van kérdésetek, akkor nyugodtan küldjétek el, mert közben is folyamatosan nézem a hozzászólásokat, és hogy miket is fogunk ma alkotni. Ugye, nagyon izgalmas, de kigyűjtöttem az egész hetet, mert rengeteg mindent csináltunk. Ma készítünk egy különleges pörgőforgót, amihez azt írtam ki tegnap, hogy 50 forintos kell, viszont kipróbáltam az ötletet adás előtt, és nem igazán lehetett jól rögzíteni. Ezért egy másik pörgőforgót hoztam most, amihez nem 50 forintos, itt van nekem is az 50 forintos, de majd kitalálom, hogy mit lehet ezzel kezdeni, hanem egy ilyen kis madzagocska fog kelleni, bármilyen kis fonaldarab, körülbelül ilyen széles, tehát kétszer, nem tudom, 60-80 centi széles, ezt készítsétek elő, illetve papírokat az első alkotáshoz. Sima fehér papír, filctól, erre lesz szükségünk, meg egy olló. Közben be is hívom itt a csoportban az élőt, hogyha van kérdésetek, akkor azt írjátok. Remélem, hogy nem okoz egy kis fennforgást sem, vagy fennakadást az, hogy tegnap más hozzávalót írtam egy picit ki. Ugye, aki először van itt, annak mondom, hogy minden előző nap, adás előtti nap, kiírom, hogy mikkel kell készülni. Alapból színes papír, sima papír, olló, ragasztó, stiktes ragasztó, tempera, színes ceruza és filcek, ezekre van szükséged. Ceruza esetleg néha vonalzó, de ezt már vonalzót már szoktam írni, hogy extra. És mindig kiírom, hogy az adott 2 órás vagy 4 órás adáshoz milyen extrákkal kell készülni. Mivel kérés volt a jövő heti adást, jövő heti élő inspileckéketnek a hozzávalóit, már előre egy hétre meg fogom tervezni, megtervezzük, úgyhogy előre egy hétre ki lesz írva, vagy mire lesz szükség egy adott adásnapon. Persze az néha azért módosulhat, tehát a változás jogát fenntartom, de azért alapvetően igyekszem ugyanabból csinálni. Ez az első alkalom a héten, hogy az 50 forintos helyett egy kis madzag kell. Tegnap, csak egy pici ízelítő a tegnapi alkotásból, aki nem volt velünk, a kicsikkel ilyen újságpapírnyulat készítettem, a nagyokkal pedig egy ilyen kartoncicát, tehát nagyokban is vannak esetleg kicsiknek szóló alkotások, és a kicsikben is vannak nagyoknak, tehát akinek alkotókedve van, akár mindkét adást is meg tudja nézni, hiszen ezt is el lehet egy komolyabb szinten nagyobbaknak készíteni, illetve ezt is el lehet egy kicsit játékosabb szinten a kisebbeknek. És most előkészítem a papírt, és amíg közben itt tölt be nekem az internet egy picit lassú, remélem ez az adást nem fogja akadályozni. Tegnap volt egy kis malőrünk, megszakadt az adás, ezért két részletben van fent a nagyobbaknak szóló inspirecke, de szerencsére föl tudtuk tölteni, úgyhogy végül jól sült el. Szükségetek van az első alkotáshoz egy vastagabb kartonpapírra, ugye akkor a madzagra, illetve
érdemes egy tányért használni, egy ilyen kis műzlis tálkát használom sablonnak, használhatok kis desszertes tálat, vagy bármilyen nagyobb befőttes üveget, aminek kör az átmérője, és ezt fogjuk sablonként most körberajzolni. Kettő papír korongot kell kivágnunk az első alkotáshoz. Hogyha ügyesek vagytok, akkor pont kifér egy lapon a két kör. És ezt kell most szépen, ügyesen ollóval kivágni. Ezek a körök fognak forogni a madzag segítségével. És előtte, mielőtt fölfűzzük, dekorálni is fogjuk őket. Lehet rájuk színes spirált rajzolni, lehet rájuk valamilyen szerencsekerékszerű dolgot rajzolni. Az a lényeg, hogy minél színesebb legyen, hiszen ahogy forogni fognak ezek a korongok, összemosódnak, és nagyon gyönyörű látványt fog a rajzunk alkotni. Természetesen egyben is ki lehet vágni a két kört, de én most egyesével haladok, hogy mindenki tudja velem tartani a tempót. Nagyon sokan feltöltitek az alkotásotokat az inspireckék után, aminek szívből örülök, mindig megnézem, mindig lájkolom, és nagyon-nagyon örülök neki, és egészen fantasztikus dolgokat csináltok, nagyon-nagyon kreatívak vagytok, sokan még tovább is gondolják ezeket az ötleteket, annak is külön örülök, és várom mindig az élő videó alá a feltöltéseteket az adott inspireckéhez, vagy inspirecke által, inspirálása által elkészített dolgokból, kisebb videókat is föl lehet tölteni, illetve esetleg van arra vonatkozólag kérdésetek, vagy kérésetek, hogy mi legyen a következő napon, akkor azt is nyugodtan írjátok meg, ezt mindig figyelembe veszem. Most is van fönn például egy szavazás, lehet szavazni, hogy milyen tematikájú bejegyzések legyenek, és a szivárványos vezet, úgyhogy abból hamarosan lesz egy adás, a jövő hétre mindenképpen betervezem, hogy 3-3 szivárványos dolgot lehet majd készíteni. Nem akar bejönni ez az élő adás, de most megint ráfrissítek, hát ha akkor bejön, és közben én meg vagyok a két papírral, és ezt lehet most elkezdeni színes filctollal, vagy festékkel, vagy színes ceruzával, vagy bárhogy kidekorálni. Hát az előbb említettem, hogy akár ilyen szerencsekerék motívumokat lehet belerajzolni, mondjuk csinálok ilyen kis körcikkeket bele különböző színekben az egyikre. Teljesen is ki lehet színezni. Készítsetek valami olyan ábrát rá, ami jó, színes, és a kedvetekre való. Használok mindenféle élénk színet, színt. Van itt egy élénk narancssárga, legyen az. Akár virágokat is, állatokat is, bármit rajzolhattok rá. Legyen ebből a szép képből is rajta. Mind a két korongot ki kell színezni, úgyhogy mind a kettőt az általatok elképzelt módon dekoráljátok. Köszöntök mindenkit, aki most itt van velem, és remélem, hogy a mai alkotások is fognak tetszeni nektek. Mindjárt megnézem közben, hogy betöltötte az adás, és akkor megnézem, hogy van-e kérdés. Én most random cikkeket is csináltam, kört is csináltam, mindenfélét csinálok, és úgy színezem ki itt az élő adás. Megérkeztem, és megnézem, hogy van-e kérdés. Fanni írta, hogy neki a kedvence a tegnapi kis csibe volt. Igen, tegnap ezt a nagyon cuki Gurika kis csibét csináltuk még. Szerintem is nagyon aranyos lett, úgyhogy ezt a tegnapi adásból ki tudjátok nézni, és velem együtt el tudjátok készíteni. Alakul az egyik korongom, mindjárt kész is van. Még egy valami élénk színt varázsolok rá, milyen legyen az? Milyen legyen?
kék már volt. Ez egy másmilyen kék, nézzük meg. Nem ennyit nagyon hasonló. Legyen akkor itt még rózsaszín. Szíveket, szivárványt. Ezeket is lehet rárajzolni. Jó színesre rajzoljátok, színezzétek ki. Bármennyien kis forgó spirált, forgó tányért lehet csinálni. Kíváncsi is vagyok, hogy mennyit készítettek és milyeneket. Na, én elkészültem az egyik oldalával, és akkor még a másik oldala. Arra valamilyen spirálszerű dolgot képzeltem el, úgyhogy szépen ezt fogom megrajzolni rá. A spirálnál mindig egyre messzebb vannak egymástól a vonalak, és így nyílik ki. Hoppot eltúztam, de se valami. Ez nem fog számítani. Lehet ugyanúgy még egy harmadik színnel is elkészíteni spirált. Még látványosabb legyen. Így, és az se baj, ha átcsúsztak a vonalak. Nem kell, tökéletes legyen, az a lényeg, hogy nektek tetszen. Ha elrontottátok, akkor akár lehet újat is kezdeni, bármit, ami nektek tetszik. Még egy kis narancssárgát fogunk beletenni, nekik narancssárga pöttyöket. És akkor el is készültem vele. Remélem, hogy ti is velem csináljátok, majd mindenképpen várom a fotótokat. Itt is vagy az Instagramon is fel tudjátok tölteni, használtam a merjalkotni hashtaget, vagy előjeték be rajta csorbanított a felhasználó nevem. Na, hát elkészültünk akkor a két koronggal, néz ki, és most jön a trükkös rész. Át kell fúrni a közepét. Ehhez, hogyha még nem bántatok annyira az ollóval, vagy nem vághattok egyedül, akkor mindenképpen érdemes felnőtt segítségét kérni. Középre fogunk két kicsi lyukat készíteni, és ez fogja nekünk megforgatni majd a tányérokat. Megmutatom közelről. Nézzétek meg, körülbelül 1 centi távolságra van egymástól a két lyuk. Éppen csak akkora kell, hogy átférjen rajta a madzag. És akkor szépen ezt a két tányért össze is lehet ragasztani. Azért kell kettőből csinálni, jó stabil legyen, ugye át is üt a színezés, úgyhogy érdemes külön papírra készíteni. És most, hát most, hogy elmozgattam, ezt előbb lehetett volna, meg kell keresni, hogy hol van a luk, a két luk, és úgy szépen összeillesztem. Jöhet az átfűzés. Az átfűzéshez használhatjátok az olló segítségét esetleg, ha nehezebben megy át, vagy egy tűvel segítsétek át a madzagot. Hívni. Egyik, és a visszafűzés a másik oldalon. Na, ennél nem kellett az olló. Igen, és így körülbelül, ahogy az előbb is mutattam, ilyen 86 vagy 80 centi széles magasságba vágjátok le, és csomózzátok össze. És akkor jöhet a bepörgetés. Be kell pörgetni az elején, beállítani, és elfordult, úgyhogy be kell élesíteni ezt az egészet, és szépen nem így kéne forognia, hanem keresztbe, pedig amikor kipróbáltam, jól működött, úgyhogy most mindjárt még egyszer bepörgetem.
Hát így is forog, így keresztbe forog, de ennek így függőlegesen kéne forognia, vagy hát így merőlegesen. Nem tudom, hogy mi lehet a baj, miért nem sikerül. Hogyha van ötletetek, hogy miért nem sikerül nekem így hosszában elforgatni, akkor írjátok meg, akkor kipróbálom, hát ha valaki tudja, hogy mi lehet a probléma. Na, már jó volt? Hát oda-vissza kéne forogjam, tessék? Nem spoilerezek. Miért? Mi a probléma? Na mi? Az, hogy úgy pörgeted be, hogy keresztbe van. Úgy pörgetem, hogy keresztbe van, de amikor kipörög, akkor... Ja igen, hogy lehet, hogy rosszul szorul rá. Így, most megpróbálom még pörgetni, így beállítani. Hogyha valakinek már sikerült kipörgetnie rendesen, akkor küldje majd el a videót nekem. Így, most beállítom. Egyszer kell jól belőni, és akkor már sikerülni fog. Szóval... Igen! Igen. És amikor ugye már full pörgött, akkor engedjétek el, és szépen visszapörög. És oldalról is mutatom, hogy milyen jól néz ki. Hú, hát szerintem, hogy egy élőadásban végül is sikerült megmutattam. Egy kicsit leizzottam, hogy nem fog sikerülni, de nagyon jól néz ki. És most megmutatom a másik oldalt is. Na, melyik a kedvenc oldalatok? És egy picit olyan lesz, mint a jó-jó. Egyre jobban bepörög, egyre gyorsabban pörög, és már ilyen szélsebes hangja is van. És végtelenségig lehet ezt pörgetni. Nem tudom, egyre hallatszódik a hangja. És ez az első játék. Hú, már egészen bepörgött. Úgyhogy egészen megváltozik az a rajz is, amit rajzoltatok rá. Remélem, hogy sikerült nektek is elkészíteni. Örülök én is, hogy nekem is sikerült. És ez volt az első kreatív ötlet a mai napon. És most az a feladat, hogy kiszabadítsam az ujjamat, mert hogy ráfeszültem a macag, de nagyon jól néz ki ez a kis színes pörgő, úgyhogy csináljátok minél több ilyet. Megnézem, hogy van-e hozzászólás. Lili itt van velünk, szia Lili! Itt van Fanni, Évi, sziasztok! És Viki is, nagyon örülök nektek. Jöhet a második kreatív ötlet, ami nem más lesz, mint egy szívószál festési technika. Szívószálra fogunk festeni. Még nem lövöm le a poént. Nem árulom el, hogy pontosan mit, majd mindjárt kiderül. Szóval kell hozzá egy kartonlap, és kell hozzá egy fekete filc. Ezeket készítsétek most elő. Nyilvánvalóan kell hozzá egy szívószál, jó lesz a tegnapi, hogyha használtátok, csak a jó oldalát vegyétek a szátokba. Illetve kelleni fognak hozzá festékek, amit nem készítettem ide, de se baj, mert ott van mögöttem, majd mindjárt leveszem a polcra, amikor már oda jutok. Szóval... egy sikoltozó fejet fogunk rajzolni, mégpedig úgy, hogy körülbelül csak a papírnak az alsó felébe rajzoljunk. Rajzoljatok egy kerek, vagy ováris, vagy éppen amilyen nektek tetszik fejformát. Én megrajzoltam rögtön a fülét is. Rajzoljatok egy nagy csodálkozó szemet neki, ami fölfelé néz. Gyere, mutatom, hogy milyen az enyém. Rajzoltam egy kört, és utána belerajzoltam a fekete pupillát, és még ugye azt az ominózus fénycsillanást is meghagytam. Nézd ki, rajzolunk neki egy kicsi orrocskát, az nem lesz fontos. Most nekünk viszont annál fontosabb a sikoltozó száj. Ilyen jó nagyra nyitott szájat rajzoltak, sőt még látszik is a nyelve, úgyhogy így néz ki a sikoltozó fejünk. Rajzoljátok meg ennek a figurának a nyakát, és a testét is, és már egész jól alakul. Szerintem már sejtitek, hogy mikor lesz szükség a szívószálra, minden esetre még aki nem, annak még mindig nem mondom el. Ha valaki sejti, akkor meg is írhatja. És most hozom az
szépen innen a festékeket, hát kedvetekre való festéket lehet választani, különböző színűeket, amit tetszik nektek. Mindenféle színből hozok. Még legyen egy kis kék is. És ide, körbe a haja környékére kis festék hegyeket nyomok. Temperát is használhattok, vízfestéket is használhattok. Azzal is jó lesz. Mindjárt mutatom, hogy ha vízfesték van, akkor hogy kell elkészíteni. Szépen nyomjatok kis kupacokat ide. Ez egy picit tegnap nyitva maradt, úgy látszik beszáradt. És még ide nyomunk ebből a szép metál kékből is egy keveset, mint zöldes kék. Most fogjátok az ecsetet és a vizet, és ezekre a festékpöttyökre tegyetek vízcsöppöket, és keverjétek óvatosan el. Ugyan jó folyékony állagú legyen, de még ne folyjon el. Aki vízfestékkel dolgozik, az pedig vizezze be a korongokat, és színes vízpöttyöket tegyen tulajdonképpen ide a hajhoz, a hajtövéhez. Ugyanennyi víz szükséges ott is, tehát hogy jól vizezzétek be a korongokat, és emeljétek át a bevizezett festékpöttyöket. Ide is csak tegyétek le. A temperával pedig ugyanúgy kell dolgozni, mint az akrilfestékkel, ugyanúgy nyomjatok ki pöttyöket, és szépen vizezzétek föl a pöttyöket. Ha úgy látjátok, hogy még valahol kevés a víz, akkor szépen csak így rá is lehet pöttyinteni a vízből. Csak az elején érdemes összekeverni. Így, és már nagyon jól alakulunk. És most jöhet a szívószál, és a lényeg. A szívószállal lehet elkezdeni fújni a sikoltozó ember haját, hogy teljesen égnek álljon. Gyönyörűen égnek áll az én alanyom haja is. És közben azt is meg lehet figyelni, hogy hogyan folynak össze a festékek, és milyen gyönyörű átmeneteket képeznek. Még akár újabb festékkupacokat is rátenni, akár csak újabb vízzel fölregíteni, és tovább fújni a megkezdettet. És hogyha szeretnétek, akkor érdemes ide a koponyájára ráilleszteni a kis festékfoltokat, hogy teljesen az legyen. Sőt, még hogyha akartok, akkor lehet kisebb baba hajakat itt neki festeni, amik ugye nem tudnak égnek állni. Így, és akkor így még jobban látszódik, hogy ez a hajkorona valódi. Hát, ilyen lett. Nem tudom megmutatni most az égnek álló hajat, úgymond, hogy fölemelem, mert akkor elfolyik, de szépen nagyon jól látszódik. Nekem ez nagyon-nagyon kedves kis kreatív ötlet. Lehet tovább még csinosítani, természetesen lehet kis meglepődött arcpírt rajzolni neki, vagy rózsaszínre kifesteni a nyelvét, vagy kicsit személyre szabni a ruházatát, tehát nyugodtan az arcot is dolgozhatjátok tovább. Kíváncsi vagyok, hogy milyen sikoltozó fejeket fogtok nekem készíteni, úgyhogy ezt az alkotást feltétlen töltsétek föl, majd ide a Kreatív Pihenő Facebook csoportba. Ez volt a második kreatív ötlet a mai napon, az első ez a forgó,
tányér volt, a második pedig ez a sikoltozó fej. A harmadik ötlethez bőrszínű papírra van szükség, vagy rózsaszínre. Fehérből is meg lehet csinálni, tehát ha valakinek csak fehér papírja van, ő se keseredjen el, ő is csinálja velünk. Úgyhogy most, hogyha megvagytok ezzel a sikoltozó fej hajának szép fújásával, akkor tegyétek ezt félre. Még várok egy kicsit, mert szerintem még fújjátok a hajakat, és megnézem addig, hogy van-e bármilyen hozzászólás. Azt nézem, hogy nagyon klassz szöttetek, azt írja Blanka, örülök neki, hogy tetszik. Nagyon szép és furcsa, azt írja Ákos, ezt nem tudom melyikre ötletre mondtad, lehet, hogy erre a égnek meredő hajkoronára, mert ez egy picit tényleg valóban furcsa. Liri szerint szép lett, remélem, hogy te is elkészíted, Liri is elküldöd. Liri egyébként tippelt arra, hogy a haja lesz kifestve, úgyhogy ezt jól eltaláltad. És akkor szerintem már mindenki kifújta magát, úgyhogy most jöhet a következő ötlet. Ehhez rózsaszínű vagy tetszínű papírra van szükség, vagy fehérből is el lehet készíteni. Az a lényeg, hogy egy nagyobb vagy két kisebb papír is megfelelő, de körülbelül ilyen A3-as vagy két darab A4-es méretre van szükség. Mivel nekem van ilyen egészen tetszínű papírom, és ezt fogom használni, de ez a típusú rózsaszín is jó. Az a lényeg, hogy ebből fogunk kivágni dolgokat, és ebben hangulatot lehet majd bemutatni, vagy értékeltetni, vagy azzal lehet játszani, hogy kinek milyen a hangulata. Megkeresem a ceruzámat, arra szükség lesz. És az előbb még itt volt, de most el van tűnve. Viszont a tegnapi keresett kupak, az adás után kerestük az egyik fésznek a kupakját, és nem találtuk, azt most megtaláltam, hiszen mindkét végére felraktam az egyik fésznek a kupakot. De nem baj, mert egyébként beceluxoztam a tetejét a fésztolnak, úgyhogy nem száradt ki. Most keresem a ceruzát, itt a ceruza. Szóval, a következő ötletnél az egyik papírból egy fejet fogunk kivágni. Ehhez egyébként hasonlót is rajzolhattok, de rajzolhattok egészen kereket is. Használhatjátok akár ugyanazt a tányér sablonnak, amit az előbb használtatok. Rajzoljatok ugyanúgy fület neki, illetve egy kis nyakat. Ez lesz maga a sablonunk alapja. Ezt kedvetek szerint ki is csinosíthatjátok, tehát erre is lehet rajzolni hajat. Szemet meg szájat, azt nem. Azt még nem. Én ezt ki fogom most vágni, és ki kell vágni kisebb ilyen téglalap formákat is, amik passzolnak erre a fejméretre, majd mindjárt mutatom, hogy hogy értem ezt, hogy passzolnak. Szóval megrajzoltátok a fejet, vágjátok ki, de akár fönn is hagyhatjátok az alappapíron, hogyha ezt erre kettő papírból csináltátok, akkor úgy is lehet. Most föl fogom ragasztani ezt egy másik kartonra, mert úgy nagyon jól fog mutatni, illetve azt fogom csinálni, hogy egy ilyen kis mappát csinálok neki, tehát félbehajtom a kartonomat, most ezt nézem, hogy ezt használjam-e, vagy lehet, hogy egy másikat használok, egy másik színt, mert a rózsaszín papírból viszonylag kevesen van, és nem akarom, hogy kifogjunk, hogyha itt még hetekig lesz ez a kreatív pihenő alkotás, akkor szükségem van, a leggyakrabban szükségem a rózsaszín papírra. Szükségem van, mert most egyelőre nem megyek én se sehova. Szóval, egy kartont félbehajtok, de ez már csak az extra része, szóval ha ilyenetek visz még egy, akkor nem baj. Csak így könnyebb lesz elrakni azt a játékot, amit készítünk. Ki kell? Ugye kivágtam, és fölragasztom. Megtarthatjátok az elejét, a kontúrrajzzal együtt is, de át is forgathatjátok, amelyik jobban tetszik. Ha nem szeretitek annyira a kontúrokat. Én szerettem, úgyhogy ezt megtartom. Szépen fölragasztom ide a papírom aljára. És most jön az, amit az előbb mondtam, hogy kártyákat kell kivágni. Körülbelül olyan széles négyzeteket
érdemes kivágni. Most azt nézem, hogy tűnik ki a legjobban. Amit mindenképpen beleférnek a körbe. Minél több ilyen kártyát csináltok, annál szélesebb lesz a lehetőség a játékra. Így, most tehát olyan négyzetet vágok ki, amit szépen belefér teljesen a körbe, és nem szalad ki a kontúrjából. Ákos azt írja, hogy nagyon fölvidítja őket ezek az ötletek. Nagyon örülök a visszajelzésednek, Ákos. Ezért csinálom, hogy sokkal kreatívabbak és vigyelmabbak legyünk. Ugye nem könnyű megtartani a jó kedvet az otthoni bezártságban, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt elértem nálad, pont ezért csinálom ezeket a kreatív pihenős ötleteket. Ha megvagytok a négyzettel, akkor azt ketté kell vágni. És gyakorlatilag ilyen kártyából minél többet gyártsatok le. Most fogom, és ezt is szépen felszeletelem. Az a fontos, hogy ez ugyanolyan színű legyen, mint a többi, mint maga az arc, mert ezekből fogunk különböző hangulatokat csinálni. Hát itt még van lehetőségem, majd még lehet, hogy azokat is kivágom. Nem fontos, hogy tökéletesen egyformák legyenek a kártyák, az a lényeg, hogy ne fussanak ki a körből. És akkor most ketté osztjuk a kártyákat. Van nekem 5 darab, hát ezt nagyon jól ketté lehet osztani, akkor még vágok. Majd jól ketté lehessen osztani. Nem baj, mert úgyis több darab. Minél több, annál jobb. Most már megvan a méretem. Ez 6. 7, 8. És erre jöhetek a rajzaimmal. Lehet ugyanúgy ráragasztani fehérből a szemeket. Tehát lényeg az, hogy az egyik részére szemeket rajzolunk, különböző hangulatokat fogunk ábrázolni, a másik részére meg szájakat. A szájaknál lehet ilyen nagyon egyszerűtől elindulni, hogy mosolyog. Így rakom, hogy jobban lássátok. Akkor szomorú, hát ez körülbelül ugyanaz lesz, csak fejjel lefelé. Akkor így szomorú. Akkor lehet egy kis picit nevető. Meg kicsit látszik a foga valakinek. Akkor lehet egy morcogó. Lehet egy nagyon kacagó. Akkor már sok foga látszódik. És hát még sokféle lehetne. Egy csodálkozó, segítségem ezt mutatja. Vagy akár olyan, mint az előbb, egy ilyen meglepődő, ez itt a nyelve. És akkor a másik oldalára a kártyának pedig készítsetek szemeket. Tehát ki lehet használni mindegyik oldalát, hogyha vastag kártyát választottatok. És a szemeknél azt mondtam, hogy azt akár fehér kartonból föl is lehet rá ragasztani, és akkor úgy még érzékletesebb, de így is. Mindenféle szemeket fogunk rajzolni erre. Ez egy kicsit ilyen meglepődő, ez egy jobban meglepődő, és fölfelé néző, akkor rajzolok a hátuljára is egy mérgeset. A mérges szemet azt hókuszpókról lehet legjobban lelesni. Neki a figurájánál úgy rajzolják a mérges szemet, hogy fölül egy egyenes vonal van, mindjárt megmutatom. Fölül egy egyenes vonal van, és alul pedig íves, így lehet két mérges szemet, egy mérges szempárt rajzolni. Egy kicsit ilyen V alakban van egymáshoz képest, ez nagyon fontos, mert ez fogja a mérgességet sugározni, és akár még egy mérges szemöldököt is rá lehet tenni. Akkor lehet egy ilyen nagyon jó kedvű, mosolygó szempárt, ezt két ilyen kis lefelé mutató félkörrel csinálni. Lehet egy kis könyörgő szempárt is megmutatok nektek. Azt ilyen kis cseppformával lehet jól megvalósítani. Nézzétek csak, ilyen kis oldalt, alul hegyes, ilyen ferdén felrajzolt cseppformával lehet ilyen kis könyörgő szempárt
rajzolni. És hogy ezeket miért rajzoltuk föl, mert hogy ez egy ilyen kis hangulati napló is lehet akár, a játék, hogy kinek milyen hangulata van ma a családban, ebből a kis füzetborítóba, hogyha ezt valamilyen kis gumival lezártak, akkor el is lehet rakni, és akkor fel is lehet akár írni fölé, hogy a mai hangulatom, de ezt nem fontos fölírni, csak egy ötlet, és még ide rajzolok neki hajakat, mert fura, hogy haj nélkül van, úgyhogy ilyen kis gömbölyű, göndörített hajakat rajzolok. És akkor ki lehet rakni, hogy ma milyen hangulatom van. Mondjuk mérges. Vagy meglepődött. Vagy csodálkozó. Vagy vidám. Ez a nagyon vidám. Ez ilyen kedvesen vidám. Hol van a másik oldalon? Van a nagyon nevetünk. Van a szomorunk. Remélem ezt nem rakjátok majd ki. Ezzel lehet játszani és a különböző hangulatotokat megjeleníteni. Aztán nem összeillő kis jeleket is össze lehet párosítani. Mindegyik valahogy egy picit más hangulatot fog mutatni, és meg is lehet fogalmazni akár ezeknek a pároknak, hogyha meg tudjátok fogalmazni, hogy milyen hangulatot sugároz, akkor az is egy különleges feladat, hogy éppen például ő mire gondolhat most, amitől ilyen, hát, fura vigyor van a száján, de közben, mintha eszébe jutott volna valami, most nem akarom ezt utánozni, de hogy erre is lehet gondolni. Ez volt a harmadik kreatív ötlet mára, egy hangulatváltó fej játék elkészítése. És ha már játék, akkor holnap sem hagylak ötletek nélkül, csak holnap más időpontban fogok jelentkezni. Valószínűleg tartom, hogy délelőtt 10-kor, hogy utána még a jó időben mindenki úgyis elmegy, és remélhetőleg valami olyan biztonságos kültéri helyszínen tudja tölteni az idejét, ahol a napsütésből még föl lehet töltekezni. De olyan ötletekkel jövök holnap, hogyha szeretnétek, úgyhogy erre is kíváncsi vagyok, és várom a visszajelzéseteket, hogy családi játékokat, vagy közösen játszható családi játék ötleteket fogok hozni. Még egy másik ötletem is van, hogy esetleg élményfestés, közös élményfestést tartunk. Írjátok meg, hogy melyik lenne a szimpatikusabb számotokra, melyik adás ötlettel tervel jöjjek a holnapi nap folyamán. Be azt ír, hogy szuper, nagyon örülök, hogy tetszett nektek. És Ferit is üdvözlöm az adásban. Minél többen vagytok, annál jobb, és osszátok meg gyerekes ismerőseitekkel, hogy ők velük is élvezhessék, és csatlakozhassanak, és együtt alkothassunk. Remélem, hogy tetszett a mai inspirecke. Holnap várlak titeket, délelőtt vagy a családi, vagy az élményfestős alkotáson, írjátok meg, hogy melyiket szeretnétek, és akkor az lesz. 3-kor találkozom a nagyokkal, hogyha van kedve valakinek, akkor ott is csatlakozzon nem sokára. Sziasztok, szép kreatív napot!